Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért nem jelentkezik? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál, és itt megkapjuk rá a választ. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal, és itt szakításról van szó. Ő lezár most valamit az életében, vagy a múltját, vagy munkahelyi kapcsolatokat, vagy válásra kerül a sor, ha ő még egy házasságban él, akkor erre is számíthatsz. Amit ő még lezárhat, ezek lehetnek gondolatok, mint például, ez úgysem sikerül, én ezt nem érdemeltem meg, vagy lehetnek negatív érzelmek is, amitől ő most elbúcsúzik, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok. És hogyan tovább? Itt a hold látható. Ez szimbolizálja az anyukáját. Lehet, hogy el kell tőle búcsúznia. Vagy vannak még gyermekkori emlékek, ami az anyukájához fűzi, és ezektől az emlékektől szeretne elbúcsúzni. Amit a hold még jelent, ezek a remények, a vágyak és az álmok. Azon kívül utal az érzelmekre. És most megtekintjük a következő kártyákat. Itt ő áll a középpontban. Lehet, hogy arra vár, hogy te írj neki, hogy te jelentkezz nála. De itt van a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a levelet. Én úgy gondolom, hogy ő tényleg erre a levélre vár, és mivel nem jön ez a levél, ő most megsértődött. De ne írj neki, várj arra, amíg az ő egójától elbúcsúzik, és megteszi a lépéseket, hiszen ő erről álmodozik. Akkor ez az álom valósuljon meg. De ő vegye kezébe a dolgokat. És hogyan tovább? Itt, ezen a képen látható ez a szőke hajú nő, aki meglátogatja itt ezt a házaspárt. És ha megnézem az ő arcát, akkor látható, hogy mennyire hamis. Akkor is, ha itt van a kezében ez a virágcsokor, tehát ajándékkal jön, és a mézes mázas, nem lehet hinni a szavaiban. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. És ez a kép arra utal, hogy vagy valaki visszatért a múltból hozzá, és meglátogatta őt, de ilyen hamis szándékokkal. Tehát ez a nő állarcot visel, és befolyásolja a helyzetet. Ez lehet rokoni kapcsolat, lehet egy munkahelyi kapcsolat, vagy egy volt társnő. Ez a kép itt arra utal, hogy mennyire fontos lenne most valamiért köszönetet mondani. Vagy nálad vannak ezek az elvárások, hogy ő tegye félre a saját büszkeségét, és köszönje meg azt, hogy te ott vagy, és segítesz neki, vagy azt is jelentheti, hogy te légy hálás, és mondj köszönetet a jó Istennek, hogy segít az élet utadon. Itt ez a kígyó jelenthet megújulásokat. Van itt egy gyógyító erő. De ez a kártya szimbolizál egy nőt is,
és én úgy gondolom, hogy ez a kígyó, ez a nő nem más, mint itt ez a hamis személy. A képen ez egy szőkehajú nő, persze lehet barna vagy fekete hajú is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van, nem a hajszín fontos, hanem az arcát kell megtekinteni, ahol látható, hogy nem lehet benne bízni. Tehát itt van újra ez a kígyó. És mit akar ez a nő? Ezt mutatják itt a halak, és azok utalnak anyagiakra. Tehát pénzt akar tőle, vagy ki akarja őt használni. De szerencsére itt a kasza, és a kasza elvágja ezt. Ő lezárja ezt a kapcsolatot. Nem kell félni attól, hogy ez a nő a továbbiakban befolyásolja. Itt is szakítás van, ugyanúgy, mint ahogy a kasza erre utal. Ami kettőtök között van, azt itt ez a kártya jelenti, a szerelmes pár. Te szereted őt, ő is szeret téged, és a szerelem az mindig győz, így rendbe jönnek a dolgok. És mit fog tenni? Visszatér hozzád. Itt a háttérben még minden olyan rideg. Itt van Szaturnusz bolygó hatása, de itt az előtérben már Vénusz bolygó látható, és itt kivirágzik minden, tehát utal a jövőre. És Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, mint ahogy itt ez a szerelmes pár mutatja a kapcsolatot kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!